a mai rendezvényünk a Vá 37 galériával közös szervezésben kerül megrendezésre 2 hetente. A mai első alkalommal Földre szálló és mosolygó angyalok címmel a román kor és gótika művészetében vezet be minket dr. Aknai Tamás művészettörténész. Tartalmas szórakozást kívánok! Az első fél évben az a terv, hogy a román gótikától eljussunk a impresszionizmusig, és a második fél évben, amiről várhatóan szeptember közepén indul, és nagyjából a az egyetemi szemeszterekkel megegyező időszakban, kb. Január közepéig, végéig tartó második fél évben pedig eljussunk a kerület művészetéig, és a nagyobb irányzatokat, nagyobb összefüggéseket tárgyalja majd a második fél évnek a előadásáról. A Facebook oldalon mindenki tud tájékozódni az aktuális előadásról, a Csokonyozó Könyvtár honlapján és Facebook oldalán, mint az a Facebook oldalán. Nagyon köszönöm az ígéretes bevezetőket. Én nem tudom, hogy ezt is kerülni, de jó figyelni a bizalom különböző megnyilvánulásait. Ha már az utazás és a kalauzolás szóba került, akkor nem tudom megállni, hogy bevezetőként ne idézem fel azt a tréfásnak tetsző Woody Allen mondást, hogy a gyors olvasásról van szó, és hát a gyors olvasás képességével rendelkezők természetesen bőséges ismerettel rendelkeznek mondjuk a háború és békéről. És miről szól, hiszen te elolvastad gyors olvasásba, a válasz az lesz tömören, belősen és nagyon precízen, hogy az oroszokról. Erről szól. Na most hát valami hasonló történik itt, a légi közlekedés műszavait kell használnom, valahol egy gyorsítópályán vagyunk, valahol egy utazó sebességet kellene fölvennünk, valahol egy utazó magasságig el kéne érnünk, és ennek akkor van értelme, ha én elmondom azt is, hogy én döntően a modern művészettel foglalkozom, és a 20. századdal foglalkozom, de nagyon-nagyon sokszor elengedhetetlen jelentőségét éreztem annak, hogy pontosan és kimerítően és precízen legyenek ismereteim a korai művészettörténeti korszakokról. És a légi közlekedés csak azért érdemes itt használni, mert hiszen nagy sebességgel haladó égi járgányokról van szó. És amikor én itt említést teszek arról, hogy ma a románkor és a gótika művészetét fogjuk szóba hozni, akkor implicite arról is beszélek, hogy körülbelül 6 évszázadon fogunk átszaladni itt Európában, mert hiszen majd látni fogják, ez az egész románkor, ez nem ott kezdődik, hogy Szent István fejére egy koronát tesznek, hanem ez sokkal korábban, kiterjedtebben, bonyolultabban játszódik le, hogy egy ízlés irány megjelenik, hogy a formálásmód, a szabályok, a megismerés és a hit hogyan kapcsolódnak össze, és milyen reprezentációt fognak kapni. Szóval egy ilyen érdekes és összetett kísérletet fogunk mi itt végezni, és én közben megtanulok bűvészkedni is, mert egyik kezemben nem eke szarva, és másik kezemben kard, hanem egyik kezemben mikrofon, a másik kezemben meg a távirányító lesz, és a világért sem szabad fölcserélnem a kettőt, mert abból csak nagy baj lesz. 2 szót találtam én, 3 szót, főnevet és jelzőket, angyal, mosolygó és földre szállás. A 600 évet voltaképpen ez a lelemény, ez a nagymértékben emberi lelemény, hogy teremtünk magunknak angyalt, ez kitölti, vagy átköti. És egészen mostanáig élő jelenség az angyal, hiszen nincsen Valentin nap, ahol valaki meg ne jelenne angyalképében, és rengeteg mutációja van az angyalkáknak. Itt látjuk rajzfilmben, ilyen-olyan változatokban az angyalkák, és a Wim Wendersnek a Berlin filmjében, ugye ott is angyalok csereberélnek földi életet égi élettel, él a modern ember gondolatvilágában is az angyal fogalma, de nagyon alkalmas arra, hogy bennünket elvezessenek ezek az ég és föld között közben járó emberi lelemények, az angyalok, a kulturális történet különböző korszakaiban és szigetei körül. És hát így mehetnénk tovább, ha nem ütköznénk bele abba az elkerülhetetlen és kimondandó
felismerésben, hogy nem csak metafizikai értékekben gondolkodik a középkori ember, nem csak nagyon nehezen tárgyasítható kijelentésekben, amelyek a rövid földi élet tartama miatt valóban csak általános és nagyon légies és fogalmi természetű megfogalmazások. Talán homályos voltam. Fel kéne idézzünk, hogy a középkori ember, most itt egy nagy általánosságot mondok, 600 év tartama alatt milyen átlag életkorokat élt meg. És akkor ki kellene mondanunk, hogy a középkori ember bizony 31-32 évet élt. Voltak matuzsálemek természetesen, de az epidémiák, járványok, a halandóság, a különféle hadászati, mindenféle dolgok, rémségek, ezek megtizedelték az emberiséget. És hiába volt sűrűn gyarapodó és igyekvő ez az emberiség, azért nagyon nehéz volt élnie. A mindennapi élet, a porrá leszelés, a porból jöttél szélsőségei között 31 évre zsugorodik össze. Ebben az élet szituációban a földi élet és a matériához kötött dolgok valóban átmeneti jellegűek, és valóban érdemes kicsit tűnődni azon, hogy mennyire légiessé és fogalmi természetűvé válnak a dolgok. És ez is, amit most mondtam, összeköt bennünket a 600 év teljes folyamatában. A dolgok tulajdonképpen alig materiális természetűek. És mégis, itt egy modern művészt mutatok, az Anthony Gromley-t mutatom meg, egy ilyen sztár, angol sztárművész, aki bár az emberi figura és egyáltalán a figura felbontásának rettentően analitikus, finom módszereit választja, és mondjuk ezekben a módszerekben az atomi szerkezetek vagy molekuláris szerkezetek szerepet játszanak. Ennek a szobornak a hátterében bizony ott van, ugyanolyan tartást látunk a kettőben, és ez mégiscsak az egyik első Pompei 1860-as években született vulkáni hamuból gipsz segítségével kiöntött emberi figura volna. És a modern szobor tartásában a molekuláris szerkezetek és a pici, tovább bonthatatlan részecskék ellenére nagyon erős plastikai élmények ezek, de ott van a középkor előtti idők szemlélete, a klasszikus antikvitás szemlélete. És hát ugye itt csak úgy azok számára, akik nem ismerik ezt a dolgot, ugye időszámítás után 79-ben a Vezúvnak volt egy rettentes nagy törése, az idősebb Plinius ezt le is jegyzi gondos krónikában, és akkor mi a vulkáni tufában gyanítjuk, hogy kongó üregeket találunk, és akkor ha kiöntjük ezeket az üregeket, amik itt a föld alatt vannak, akkor megkapjuk, hogy mi is volt ott. És ugye ez egy nagyon régi dolog, emberi szenvedésről szól, és nagyon tárgyilagos, nagyon tárgyi. Az ember, mint matéria jelenik meg ebben a gondolkodásmódban. És itt néhány példát mutatnék arra, hogy a szenvedésnek, az elmúlásnak, az analóg, nagyon szigorúan anyagi formában megfogalmazott képei, lám időszámításunk előtt 79-ben, anélkül, hogy művészet létrehozását szándékolta volna valaki is, de megvalósultak, megjelentek. És nem produkált a történelem ilyen nyomhagyásokat? Csak Hiroshima, 1945. augusztusa, atombomba, és oda kopírozódik a mostani ugye béketéren, Hiroshimában, a falra néhány figura, emberi figura. A töredék másodperc alatt bekövetkező több ezer fokos robbanásban az emberi figura pici árnyéka fölég a betonfelületekre. És ott van mindörökre az ugráló köteles kislány és a vízcsapnak az árnyék a falon, az atombomba exponálta ezt a dolgot. Messze vagyunk a középkortól, de nagyon érdekes, hogy minden anyagi természetű üzenet formájában mutatkozik a számunkra, és ezek az antik emlékek, ezek a mély történelmi időben utazó ábrázolások, amiket itt sorban látunk, ez
mind modern alkotás. Sár Erzsébet és a George Segal, hát ezt gyorsan átugrottam, de hát most ugye nagyon sok típusú holokauszt megemlékezés van. Hát ugye ez a San Franciscó-i Golden Gate kertben lévő szobor, jó régi már, az egyik első nagy holokausz emlék volt, és őrzi ennek a pompei élménynek talán az emlékét. És minden megismeréssel, és minden anyaggal, és kutatással, és felismeréssel, és élménnyel társul. És itt van, mindannyian jól ismerjük, a pécsi domkőtárban lévő földre szállt angyal, valójában címadó dombormű ez. És erről is úgy szeretnék beszélni egy kicsit, mint valami a metafizikai, a gondolati lelemény és a tárgyilagos megfogalmazás közötti mezőről. Miről is beszél, csupa homályos, amit így első pillanatban mondok, de igyekszem megvilágosítani. Az angyal figuráról különösebben nem kell beszélni, szóltam is róla, mindenkinek vannak képzetei róla. Mit csinál, ha már a légi közlekedést itt szóba hoztam, meg az utazósebességet? Hát itt a landolás állapotában tartózkodik a fiatal, kedves, kinézetű angyalka. Lábújhegyen a földet érinti már, jól észleli a kőfaragó. Ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, hogy kik is lehettek az egykori pécsi bencés építkezéseknek a kőfaragói, tengeri kőfaragóra volt szükség. Feltehető, hogy a kővágószőlősi vagy cserkúti várjobbágyokat rendelték be egy kis szolgálatra a püspökségre. És volt egy-két jámbor jó kőfaragó szerzetes, aki megtanította ezeket a várjobbágyokat arra, hogy hogyan kell ornaments csinálni, ezt-azt. Némelyiknek a jobbágyok között jó keze volt, és emlékezett arra, hogy ha nekem a levegőből ledobnak valamit, ha leesik valami, ha repül a madár, akkor az hogyan csinálja, vagy miért is csinálja. És ebben az egész tulajdonképpen tárgyakat nélkülöző középkori szemléletben megjelenik egy, tehát ebben a nagyon lélekkel átitatott és csupa testetlen fogalommal feltöltött világban megjelenik a valóság szemlélete. És milyen formában? Ez a jámbor, mondjuk cserkúti kőfaragó, akit berendeltek vármunkára a pécsi püspökségre, hiszen épül a katedrális, szépül, néhány száz éven keresztül épült és szépült. És akkor ez a várjobbágy megfogalmazza a földre szálló angyal történetét. És őt nem lehet becsapni azzal, hogyha egy angyal ilyen szép bizánci hímzett és gyöngyökkel díszített klepetyusban a levegőjégből leereszkedik, akkor a levegő ne nyúlna a tudikája alá egy picikét, és ne emelné azt meg. Vagyis a tárgyilagos, anyagi, természeti kapcsolatok nagyon élénken mutatkoznak itt meg. Hát nyilvánvalóan látszik, hogy itt megemelkedik ez a tunika. És már is ott vagyunk megint egy modern gondolatnál, egy olyan korszaknál, amelyben az Isten szerepét és a teremtő szerepét könnyedén leváltották a Newton nevével. Isaac Newton. Költemények születtek, hogy Isten meghalt, de él szerencsére Isaac Newton, aki a maga mechanikai törvényeivel megmagyaráz mindent, ami a világon bekövetkezhet, és itt bizony tanálkozunk a mechanika egyik fő törvényével, hogy minden erőhatással szemben fellép egy vele ellentétes irányú, ám de ugyanolyan mértékű erőhatás. Itt van a mechanika fő törvénye. A cserkuti paraszkőfaragó ismeri ezt az apróságot. Nem fogok én nagyon visszatérni ilyen dolgokhoz, de beleütközünk a középkornak ebbe az élet semmiségéből következő nagyon általános és filozófikus szemléletében azért néhány zavaró mozzanattal. Itt van például ez a második Frigyes, német-római császár, aki egyébként uralkodói aktivitása mellett igen erősen ornitológus volt, és sólymászatot tanult, arab
mintakönyvek alapján és arab, latinra fordított szövegek alapján maga is egy nagy sólyomtenyészetet csinált, csinált is egy könyvet a sólyommal való vadászatnak a históriájáról, és ezt az egészet semmi másért nem szeretném bemutatni, hogy második Frigyest sem vezették félre a madarak repüléséről szóló különböző testetlen valóság mesék. Nagyon pontosan tudta, hogy a valóság az milyen matériákból áll. És amikor ő fölépíti ezt a repülő madarakról szóló krónikáját, a fiának ír egy ilyen krónikát, akkor bizony elkezdi használni az Arisztotelész-féle logikának a rendszerezési elveit. Szépen a keresztény gondolkodás tulajdonképpen formátlan, vagy egészen sajátos, speciális teológiai logikája helyett elkezdi használni Arisztotelész logikáját, amiben nagyon-nagyon szépen ugye a faj és a nem fogalmak megpróbálnak rendbe megjelenni egymás után. Nagyon érdekes, ahogy a tárgyakkal soha nem felejti, veszíti el az egyszerűbb ember a kapcsolatát, mint ahogy a mi cserkuti parasztunk sem. És aztán hát az idő múlik, és 200 év eltelik, és egyszer csak fölkerül ezeknek a nagyon személytelen, általános antropológiai tulajdonságokat hordozó figuráknak a testére valóságos emberi emóciókat kifejező mozdulatok, arcjátékok. Ugye hát a reimszi angyalok, a reimszi gótikus katedrális főbejáratán nagyon-nagyon szép sorban többféle típusú mosolygó ember van. És ha elég elrugaszkodott lennék, akkor azt mondanám, hogy a földre szálló pécsi domkőtári angyalka akár lehetne a reneszánsz előszele is, hiszen a reneszánsz nem tesz mást, mint a valóságot megpróbálja úgy felfogni, ahogyan az van az érzékek számára, sicut sunt, ahogy a dolgok megszülettek és működnek. Nem sikerül ez teljesen. De egyre inkább megvalósítjuk ezt a törekvést. Ez egy maxima, utolérni a valóságot, utolérni az érzékeket, kielégítően elhitetni önmagunkkal, hogy képesek vagyunk a világot valóságként, igazságként felfogni, és ugye a Nietzsche mondja azt, hogy a felfogásban jelenik meg az igazság, a tapasztalatszerzésben jelenik meg az igazság. Ezt a késői középkor embere nagyon jól ismeri. Nem fogunk mi ilyen spekulatívak lenni a későbbiekben, de azért szeretnék utalni arra, hogy amikor egy-egy ilyen emócióval teli figura megjelenik a nagy semmiből valójában, mert a középkor művészete bárdolatlan és ügyetlen, és nincsen tekintettel az érzékelés finomságaira, hát csak a gregorián zenére gondoljanak, hogy micsoda óriási tömbökben áthatolhatatlanul, keményen, tökéletesen felépített hangzásrendszerek vannak benne, és nincs még polifónia se, ami úgy megszínezni a dolgokat, és ellenpontrendszerek sincsenek. Óriási építmények ezek azért, látjuk majd az architektúrában is ezt a dolgot. És így valahol a 13. században mégiscsak megjelenik egy olyan jelenség műalkotások helyzetében, amelyek valahol már ismerősek. Itáliában minden ásónyomra kifordul a földből valami, ami az antik Itáliát idézi fel. Az antik Itáliát nem lehet félrevezetni, és az utána következő Itália különböző városállamit sem lehet félrevezetni, ismerik azt, hogy mi történt az időben. És aki ismeri azt, hogy mi történt az időben, az él azzal a sokféle ismerettel, amit a föld alól kiforduló apró dolgok mondanak neki. Bármennyire is ellentmond ez az élet rövidségéből következő és a különböző teremtés históriák, vagy teremtés verziók és emberi sorsverziók és utolsó ítéletverziók között labirintusban bujkáló ember számára, azért áttör az érzékek
hatalma és az érzékek biztosította felismerések sokasága a szigorúan megformált dolgokon, ahol csak jelek és képletek dolgoznak. Csak hogy világos legyen, amire utalok, és talán nem tudtam egészen pontosan érzékeltetni, hogy elmennek a karcsai templomba, vagy akármilyen korai, középkori templom Magyarország, ugye Zemplén fent északon. Van egy oszlop a karzat alatt, aminek a pillérén a jó és a rossz harca van. Honnan tudom? Azért, mert a pap azt mondja. De ha ránézek arra az oszlopfőre, akkor én ott semmi más nem látok, mint két gumót. Egy nagyon borzas gumót, meg egy kevésbé borzas gumót. Erre mondja a pópa, hogy hát az a jó, meg a rossz allegóriája. És hát ezek ott küzdenek egymással az oszlopfőn. Érzékeink alapján a kettő, az gumó, én legszívesebben két bimbónak tekinteném őket, de nem az, figurák. És még fogunk ilyennel találkozni majd a középkor, az képletekben gondolkozik. Nincsen érzéki értelemben, szenzuális értelemben finomság benne, vagy leginkább nincsen finomság benne, hanem durvaság. És erre rengeteg példát fogunk majd látni a későbbiekben. De itt van még a középkori ember képzeletében és emlékezetében is. Most hát centrális európai térségekbe fogunk elkerülni, ahol hát a nagy korstílusok legnagyobb teljesítményei jöttek létre. A középkori ember nem tudja megkerülni azt, hogy létezett a Kolosszeum. Igaz ugyan, hogy befőtte már a föld, és a második emeletig itten egy domb van, és kecskék legelésznek a dombon, és az üregekben meg laknak a csompik, ezek a római szegények, és fejik a kecskét, és ott élnek, és rettentően bukolikus, nagyon érdekes világ ez a Forum Románum a középkor idején. Nincsenek termák, és nincsenek bazilikák ekkoriban, minden befed a föld, Róma sorsát ugye a népvándorláskora némiképpen átrendezi, de él az emlékezetében a középkori embernek az emléke. Egy-két követ azért látott, és megtalált. És a középkori ember látja a római mérnöki építészetnek azokat a nagyon leleményes megoldásait. Igaz, hogy humanisztikus értelemben Rómát leszokták sajnálni, de az emberi civilizáció fejlődése szempontjából éppen annyira, mint a jogtudománya, annyira a műszaki tudományok is meghatározták. Ugye a római provinciák területén, Gallia határán ott van ez a Pont du Gard vízvezeték, egy vízvezetékrendszer, amit máig használnak, út vezet a du Gard folyó fölött, és ez Nimben van, Nemausus volt a római provinciális neve ennek a városnak. Megmaradtak. Látja a középkori ember a távolság áthidalásának legalapvetőbb és elegánsabb mérnöki megoldásait, az ív létrehozását. Az előbb is kellett volna figyelmeztetnem arra, hogy hát lám, teljesen diszfunkcionális oszlopokat használ. Ugye a görög építészet ezt nem nagyon dobta be, ott mindennek funkciója volt, ott minden tartószerkezeti, esztétikai jelentőséggel működött. Egy oszlop, az tartott valamit. A függőleges alátámasztás és a vízszintes áthidalás rendszerében volt főszereplő. A Kolosseumnál stilizálva jelenik meg az oszlop. Fölkerül a falra. Alig van tartószerkezeti szerepe. A tartószerkezeti szerepeket ezek az ívek játsszák el. Ez is csak egy ilyen nosztalgikus visszaemlékezés a rómaiaknál, a különböző típusú Dor, Jón és Korintoszi oszlopok változásával, ugye itt. Görög antik idézetek ezek. Rómában nem volt ez egy komplikált dolog, hiszen a Magna Grécia, az antik Itália partvonalain működött egy évezreden át, tehát görög gyarmatvárosok veszik körül a klasszikus Lácium térségét, és Szicília déli része tele van gyönyörű görög emlékekkel. Itt is fogunk majd találkozni még egyikkel, másikkal. Tehát léteznek ezek a nagy római lelemények, és elérkezünk egy igazán érdekes fordulópontra, ami a románkor gyökereinek egyike, vagyis
Eljutunk oda, hogy a kereszténység megjelenik, augusztus korától számítva a kereszténység egyre szélesedő körben határoz meg nyelvet, magatartást, moralitást, és ugye a keresztény közösségek, kis szektás és üldözött társaságok hova a csodába máshová mennének, mint a föld alá, mindenki tudja, a katakombák világa ez. A katakombák világában viszont már az evangélium nyelve szól, már a Krisztus korának keresztény tanításai, értelmezései, elmélkedései, és hát ugye a létező evangéliumok sokkal több, mint amennyit mi most használunk, és ezeket itt használják. Kell egy nyelv, amin formálisan, szövegben közvetíteni lehet az új tanításokat. Van-e egy ilyen nyelv? Nincsen. Az időszámítások utáni első-második évszázadban mindent átitat az antik kultúra. Van egy erős, nagy római kultúra, amit a perifériákon színez egy kicsit a provinciáknak a művészete, de az inkább népművészeti, ornamentális irányban elmozduló kultúra. A katakombák népe az megpróbálja ilyen lerontott formában felidézni, illetőleg alkalmazni azt a nyelvet, amit az antikvitás létrehozott. És ez a lerontott nyelv nagyon jellemzővé válik akkor, amikor a katakombáknak a díszítményeit nézzük. Ez egyébként vonatkozhat még a pécsi ókeresztény sírkamrákra is. Tehát a festői és esztétikai előadás érték skáláján ezek valahol nagyon rossz pozícióban vannak ezek a művek, nem szépek, elkínzottak, rémes, rettenetes dolgok, de tógát viselnek római arisztokraták, borotvált az arcuk, és a hajzatukat római fodrászok igazították korszerűre. Igazi belvárosi jampikról van szó, akik hát élik az arisztokraták életét. Ám de az, hogy 12-en vannak, meg hogy középen van egy különösen szép fiú, ez így gyanút kelt bennünk, és felismerjük szépen lassan, hogy ezekben a képekben megjelennek az új keresztény gondolatnak a fogalmai, meg a rendszertani elvei és képei és jelenetei. És aztán ugye elmúlik Róma, és Odovaker, meg a gótok, meg egyebek jönnek, és ugye az 5. század vége fele eltűnik a római birodalomnak ez a nagysága, széthull darabokra, Ravenna még tartja magát úgy, ahogy ugye Konstantinápolyba átkerül a birodalom egyik központja, és hát a vandálok és gótok is egyebek jönnek, és hát a nagy Teoderik, aki hát végül is nem római, de hatalmas katonai erőt képvisel, elfoglalja Rómát, és Ravennában, ebben a gyönyörű ókeresztény központban, Justinianus városában, meg Teodóra császárnő városában felépíti a maga síremlékét. És itt időznénk egy kicsit, mert hiszen időben 526 után vagyunk, 6. század. És amit látunk, az megtévesztő lehet, egy emlékmeghatározási gyakorlaton különösebben nem érintett emberek erre bátran rámerhetik mondani, hogy igen, ez a románkor kellős közepén is megszülethetett volna. Ez lehetett volna a 11. század is, hiszen az elemek, amik vannak a művön, lehetnek 11. század is. Minden tekintetben a boltozási technikája egy klasszikus, szép keresztboltozat. Négy irányból elindított bolt. Ez tulajdonképpen, ha szabad, 500 évvel később, majd Saint-Denis-be, az Île-de-France kellős közepén kereshetjük. Jószerivel mennyisége ennek az építési megoldásnak, ennek az elegáns, tiszta építési megoldásnak, majd 400-500 év múlva fog beérni. De a Teoderik síremlék ezt exponálja. Mindenki láthatja ezeket a stiláris megoldásokat. Egy gyönyörű dongaboltozat, ami hát a találkozásoknál keresztboltozattá fog átalakulni. Klasszikus római építészeti megoldások, de a románkor
gyönyörűen ismétli ezeket a megoldásokat. Lehet, hogy mikor a románkori építészethez érünk, át is ugorjuk majd a nagy katedrálisokat, mert annyira semmit mondó lesz bizonyos értelemben néhány részletmegoldásuk, mert a Theoderic síremlék olyan élesen és elegánsan fejezi ki mindezeket. És aztán ott van ugye a ravennai utolsó császárnők egyike, a Galla Placidia. Egy gyönyörű mauzóleuma van. Aki Ravennában járt, az talán emlékszik rá, ilyen egyszerű vörös téglákkal, téglából épült görög kereszt alaprajzú templomocskáról van szó. Nem is tagsáljuk túl sokra ezt a templomot, de bemegy az ember, akkor beborítja ez a tündéri, színes mozaik díszítés, ami minden négyzetcentiméterét borítja ennek a mauzóleumnak, és találkozik ugye az evangélisták ábrázolásával, ez már 5. század, nagyon gyönyörű és leleményes ábrázolások, illetőleg a Szent Lukács jelenetével, aki cipeli magával a nyársat, amire éppen rá fogják őt tenni. Tehát ez a tortúrák, még a kereszténység elismerés előtti időszak emléke, de minden esetre abszolút érdekes, ahogy az érzéki és ornamentális szemlélete ennek a mozaik díszítésnek a Galla Placidia mauzóleumában megint az antikvitásnak az édességéről beszél, noha a rendszer maga szigorú rendszer. És hát itt van a Lukács, például ugyanilyen mozaik ábrázolásban, ami hát ugye a korai keresztény ábrázolásoknak, ikonográfiának egyik ilyen alapja. Nagyon-nagyon érdekes, ahogy a nyelv átvétele során, bár keresztény programok működnek ezekben a templomokban, és maga az alapítás is keresztény gesztus, ugye a Santa Constanza császárnő, aki leány, császári leány, aki keresztény lesz, és kivonul Róma város falai kívül, és épít egy templomot. Természetes, hogy a Rómában ismert kerektemplom változatot fogja magához közelengedni. Ez a Santa Agnese templomnak a szomszédságában van, egy női szentről és mártírról van szó, ott vannak az erekéi Szent Ágnesnek, és egy katakomba is van alatta. Nagyon sűrű vidék ez a klasszikus Róma városfalain kívüli terület, tele van nagyon izgalmas katakombákkal. A nyelv viszont, amit a korai kereszténység önmaga hitének megjelenítésére felhasználni tudott, az a korai antikvitásnak a nyelve. Ugyanazokat az oszlopokat használja, a mozaik díszítés, nem mondom, az egy újdonság, ez nagyon-nagyon eredetivé teszi. És hát a magyarok temploma Rómában, ez is egy klasszikus görög-kerek templom alaprajzra visszamenő templom, a San Stefano Rotondo templomáról van szó, ami hát megint egy 5. századi alapítású templomocska Rómában. A Kolosseum fölött van alig valamivel. Gyönyörűen idéződik fel benne a klasszikus antikvitásnak minden leleménye. Építészet technikai szempontból messze nem nyújtja azt, amit Róma nyújthatna. Ugye van Rómában egy-két nagyon leleményes építészeti mű. A görög templomnak, kerek templomnak, Tolosznak őrzi meg a hagyományát. És tulajdonképpen itt érünk el a mondani valom javához, hiszen a középkor nem rendelkezvén a hitéletének és gondolkodásmódjának és logikájának kifejezéséhez szükséges nyelvvel értelemszerűen nyúl egy korábbi korszak kifejezésmódjához, vagyis a rómaihoz. És ha találkozunk, ez 350, nem 3500, 350, találkozunk egy könyvborítóval, vagy egy ládával, a zsolnai gyárban lám, milyen előszeretettel gyártották az ivorikat 1890 környékén, ugye a historizálás korszakában rengeteg olyan porcelán fajansz könyvtáblát csináltak, aminek a modellje a bizánci elefántcsont faragványok voltak. És ezeken a faragványokon abszolút tisztán látjuk,
hogy a kereszténység legnagyobb történetei vannak, a jó pásztor figurái, a kiüzetés, az ítélet, a csodálatos halászat története, a különféle elnyeletések halakkal, a tanítások, és mindenütt római patriciusokat látunk. Vagy itt van a következő kép, ez a 359-es Julius Bassus szarkofág, ez a Vatikáni Múzeumban van, de teljesen felismerjük itt a történeteket, ezek már a keresztény históriák, 4. század, ráadásul már a kereszténység államvallás ekkoriban, tehát szabadon és nyilvánvalóan lehet demonstrálni abból, hogy mi ismerjük az evangéliumoknak a világát, nyelvét és a jeleneteit, és megjelennek az evangéliumok, és itt ugye a fogvatartottak, Izsák és Ábrahám áldozata, a teremtés, és mindenki megtalálja a maga figuráját, a Poncius Pilátus és a mosom kezem szituáció, benne van a szarkofágban. De hogyan jelenik ez meg? Úgy jelenik meg, mint a római művészet legjavában. Nagyon érdekesen, kicsit bunfordiak lettek ezek a figurák. Éppen annyira, mint a mi kis földre szállt angyalunk. Az igazi antropológiai arányokat nyugodtan sútba lehet dobni. Az ornamens szabályai határozzák meg a figurát magát. És ezt is ismerjük, hiszen rengeteg olyan ábrázolási konvencióval ismerkedhettünk meg mi a művészettörténet során, ahol az ábrázolási szabály nagyon-nagyon szigorú, majdnem matematizálható volt. Az egyiptomiak legnagyobb felületek törvénye. Ugye van egy szabály, minden dolgot, amit az ember érzékileg lát, a művésznek a legnagyobb felületén kell ábrázolni. Emberi arc, oldalról, profilból a legjellemzőbb, a frizura talán előről, a felső test oldalra fordítottka, ám de a törzs előről, ugye háromszög alakú, így, a fenék így a domborulatával oldalról, és a víz hullámos felülről, benne a hal oldalról, a pálmafák pedig, mint a szőrök a tó körül állnak ki, mert mindegyik a maga törvényének megfelelően van ábrázolva. Az aténi Akropoliszban, többnyire ismerik, ott van a Panathenaia felvonulása a templom frízén, ugye az aranygyapjút viszik a Palasz Aténének. A legnagyobb alakítási szabály az izokefália, vagyis mindennek, Antropos panton metron, mondja a görög, mindennek mértéke az ember. Mindennek a mértéke a felnőtt férfi fejmagassága. És lehet az a tehén behemót, és lehet az a harciló hatalmas, és ötször akkora, mint egy ember. Az biztos, hogy a Panathenaia felvonuláson nem lehet magasabban a feje, mint a felnőtt férfi embernek. Szabály, szabály, szabály. A középkor is megtalálja a maga sajátságosan ornamentális szabályát, amely ebben a pillanatban még bizonyos tekintetben nélkülözi az emberi kifejezés ismeretét. Emberi gesztusok éppenséggel csak megjelennek ezeken a felületeken. De ezt is el fogjuk felejteni, és majd mikor a Trecentóval foglalkozunk is, akkor látni fogjuk, hogy mit kínlódnak ezek a pizai, lukkai első szobrászok az 1200-as évek elején, hogy egy rendes, hiteles emóciót rá tudjunk tenni a vonatkozó emberek arcára is. És nem tudnak betlehemi gyerekgyilkosságot csinálni, csak vihogó asszonyokkal, mert csak a vihogást tudják ábrázolni. Tehát nincs bizarrabb annál, mikor legyilkolják ugye a bibliai történet szabályai szerint a gyerekeket, az asszonyok meg csak vihogni tudnak, mert nem jönnek rá, hogy az ajaknak lefelé kéne konyulnia, és akkor abból sírás lesz, és nincs meg a nyelv. Nagyon érdekes, hogy a nyelv megkeresése 300-400 év művészeti programját kitölti. Én most nem vagyok igazán szabatos, mert hiszen érzik azt, hogy iszonyú sebességekkel haladnunk, és múlik az idő is, és sehol se vagyunk még a mondani valónkban, de az biztos, hogy a nyelv kerestetik, nagyon kerestetik, és egyre inkább azt látjuk, hogy a nyelv az tulajdonképpen, mert hogy a görög-római kifejezésmód nem alkalmas valójában annak a jelképes, nagyon-nagyon rafinált teológiai mondanivalónak a kifejezésére, amit a kereszténység sugallni kíván, elkopnak a római fogalmazás módok, és leegyszerűsödnek, és minden
kicsit bumfordi lesz. És itt vannak a nagy ravennai mozaikok. Itt látják majd, a palotáról van szó, a Ravennában. San Apollinare Nuovo templom. Tele van mozaik díszítésekkel. De most kinagyítottam egy párat, a palota, a császári palota. Ugye hát az axonometriát már 8. általános iskolában mi tudjuk csinálni, és tudjuk a lineáris perspektívát, ismerjük a rövidülést, sok mindent. Próbálkoznak vele, próbálkoznak a látszat perspektívával, próbálnak mindent pontosan ábrázolni, mégis egy kicsit népmesei lesz. Igaz, hogy fölírják még latinul az, hogy palácium, még a palota megjelenik, de az ábrázolás maga, hát főleg itt ezen a városkapu. Ugye hát a virágvasárnap közeledik, és Krisztus bevonul Jeruzsálembe, és akkor így sikerül egy város. Ilyen jelzésekkel nyugodtan mondhatjuk, hogy Kondor Béla nem kellett, hogy nagyon megerőltesse magát, amikor a maga figuráit csinált, ugyanígy jár el. Gyors gesztusok, nem különösebben kimódolt és elegáns megoldások, amiket látunk. De vannak elegáns megoldások is, és figyelmeztető számunkra egy-két apróság. Mert igaz ugyan, hogy itt ilyen avatási, angyali, üdvözleti jelenetről van szó, de hát azért a jelenet körül megjelenik néhány apró és nagyon édes megfogalmazás. Egy botanikus kert, a szüzesség liliomaival, ugye a kereszténység kertjé, virágos kertjében minden virágnak megvan a maga jelentése, és hát ugye az apokalipszisből kiemelkedő szűzanya a holdsarlón áll. Aztán milyen nagyon érdekes az ebben a tompulásban és durvává válásban, az, amit a perifériákon egyszerűen népmozgalmi adatok miatt észlelnünk kell, hogy óriási turbulencia van, vándorlás van a földközi tenger déli medencéjében. És ha a szicíliai görög gyarmatvárosok történetét nézzük, akkor ott azt látjuk, hogy egymásra települnek az arab, a norman, az ott éli szikulus helyi népek kultúrái, a bencés, keresztesek, minden meghagyja maga nyomát, és amikor a monreáliai katedrálisba kerülünk, akkor ott a szentély díszítésében abszolút tökéletesen az arab ornamensek, figurális ábrázolások nélküli arab ornamensek sokasága, de ez egyébként a belső tér burkolataiban is érvényes lehet. A románkor csúcsíves megoldásainak, mondhatnánk azt is, hogy gótikus előérzeteinek a megfogalmazása van, és hát ugye az antik építészetnek a műformái, az oszlopok egyformán ott van, és egyformán egymás mellett élnek ezek a dolgok, és a belső térben ott van egy tipikusan arab-keresztény pogány görög-római kép, ugye még a Minósz király és a Tézeusz csatája, a Minotaurusz körüli csata, a labirintussal. És megjelenik az élet labirintusa ebben a összefüggésben. És akkor ott bent a templomban, ez már a 12. század, Hódító Vilmos maga, aki hát sokat időzött ott lent Szicíliában, és tudjuk nagyon jól, hogy az első Britanniába fölkerülő, Velszbe fölkerülő szerzetesek mind Szicíliából kerültek föl, vitték a kereszténységet. Normannok voltak, és hát ugye ez a normann király felajánlja a templomot, a monreáli katedrálist a Szűz Máriának, is feliratok görögök, de a díszítmények között rengeteg normann motivum van, és Szicíliában gyönyörűen rátelepülnek a normann motivumok az épületek, az antikvitástól kezdve folyamatosan egymásra kerülő tagozataira. Egy nagyon szép példa, csak most ugye eszembe jutott, mert szívemarkoló a dolog, hogy ha netán Szirakúzába eljutnak, akkor ott a város központjában, a több Santa Lucia és egyéb templom mellett, ott van a Mária templom. A Mária templom, ma már tudjuk, a klasszikus antikvitás idején, a görög gyarmatváros idején, Archimédesz korában, mert hiszen ő ott tevékenykedett, Archimédesz korában
Pallas Athéné temploma volt, Szirakúza Athéni bizomány. Fölépítenek egy szép dór templomot Pallas Athénének. Múlik az idő, és jön a kereszténység. A kereszténység nem tesz semmi más, csak az oszlopközöket vastag kövekkel beépíti. Kívül és belül megmaradnak a dóroszlopok, és bemegy az ember egy háromhajós templomba, és a dór templomnak a maradványait látja, a fal részét képezi ez. Ugyanakkor az ornamens, a burkolat tökéletes norman ornamens lesz. Átugrok itt egy csomó képet, mert valójában egy dologról szól itt minden, keresi a nyelvét a kereszténység. Különbözni akar a klasszikus antik örökségtől, milyen lesz ez a nyelv? Nem tudjuk még, de látjuk, a szemünk előtt bontakozik ki, hogy ez egy elvontabb, konkrét részletekben nem túlzottan gazdag, szigorú ábrázolásmód, és ez meg is marad, hogyha Bizáncról van szó. Ugye a keleti és a nyugati kereszténység szétválása pont ebben az időben válik aktuálissá. Bizánc megmarad a festőkönyvek és a szigorú ikonográfiai szabályok mellett, és ugye minden bizánci festőiskolának, Vlagyimirtől, Szuzdálig és Plovdivtól, Szófiáig, és mondhatnánk Tesszalonikit is, megvannak a szabályai. Szabálykönyvek születnek meg, festőkönyvek születnek meg, amelyekben egészen pontosan megvannak határozva a lehetséges ábrázolási lépések, és ehhez képes volt például az Andrei Rubjov esete, akiről hát szép film is szól, megrázó, mert hiszen ő újítani kívánt a rendszeren, és nem lehet. A bizánci modorban nincsen helye a megújításnak, vagy hát nagyon körmöfontnak kell lenni ahhoz, hogy a nyugati kereszténységben ez másképpen történik, de hát itt még a bizánci korszakot látjuk, és a mozaik díszítéseit, és hosszú és szívós az a kutató munka, amelynek eredményeképpen fellazulnak majd a szigorú körvonalak, a kompozíció elveszíti ezt a geometrikus merevségét, amelyben a valódi élet és a mindennapi érzéki tapasztalat eredményei működhetnek. Ez nagyon sok idő kell, és valójában Itália közepén, Róma környékén látjuk ezt először megjelenni, ahol nagyon sok görög művész dolgozik egyébként. Tehát ugye a római hagyomány volt ez, hogy az értelmiség és intellektuális tevékenység, orvoslás és művészet és költészet az leginkább a görögök privilégiuma. És hát itt van a Santa Maria in Trastevere templom, ez a Róma a Tiberis túlsó oldalán lévő ókeresztény kis templomocska, ahol a Pietro Cavallini nevezetű mester már a 13. század elején tökéletes reneszánsz, következő alkalommal fogunk erről beszélni, reneszánsz mintázatokat talál ki, mert kapcsolata van az élettel, és kitalálja azokat a technikákat, amelyekkel szimulálni lehet az életnek, az életben elrendeződő dolgok egymás mögöttiségét, színbeli tónusait, különbségeit, és így tovább. Hát itt még csak a Trastevere-ben keressük a nyelvet. Minden, amit itt látunk, valahol az antik örökség és a majd kialakuló valóságot tisztelő és a valóságból kiinduló keresztény művészetből fog építkezni. Van ebben antikvitás, és van valami egészen más, valami elvont, valami különösen képletszerű is, ami hát a románkor képzőművészetére feltétlenül jellemzőnek látszik. És hát itt van az a síremlék, ami a San Giovanni és Paolo templom Velencében, talán tudják azt, hogy ez a templom, a rómaiak Zanipolónak nevezik ezt, a velenceiek Zanipolónak nevezik, San Giovanni és Paolo templom, ez egy óriási múzeum, hogyha Velencében járnak, akkor mindenképpen érdemes megnézni, mert a velencei képzőművészet legnagyobb teljesítményeit ott sorban lehet a falakon látni. De itt most nem az az érdekes, itt most az az érdekes, hogy van egy dózse, ez a Michele Morosini dózse, akinek hát itt van a katafalkja, itt van az emléke, és mögé bekerül a klasszikus ókeresztény mozaik művészet módszerét és technikáját megvalósító keresztre feszítés jelenet, ugye búcsúznak Jézus Krisztustól, és ugye János még így a jelképét is hordozza, az angyal szárnyát is hordozza a János evangelista. Az evangelista ábrázolások között ugye az angyal lesz majd az ő szimbóluma.
De ahogy a Krisztus itt már ábrázolva van, az már tulajdonképpen alig mond ellent a valóságos emberi testről szóló észleléseknek. És hát szóba kell hozzunk mindenképpen egy-két magyar emléket. Hát ha Szent Péterről van szó, akkor a mi emlékezetünkben először talán a Szent Korona idéződik fel, aminek van egy latin része, van egy görög kereszt, és van egy latin kereszt, és nagyon érdekesen egyesíti ilyen formán a magyar Szent Korona a keleti és a nyugati egyházak ábrázolási tradícióját, és itt legelegánsabb, akkor divatos limózsi zománccal megoldott kis keretelésben a zománc technikával előadott Szent Péter látható. Ugyanolyan az előadás, mint a földre szálló kis angyal még a kezdet-kezdetén, kicsit bunfordi, kicsit ornamentális jellegű megoldás. Nem olyan, mint ami ugyanebben az időben a Trastevere templomban a Szent Péterrel kapcsolatos. Ez a Szent Péter az árnyalatokkal, az fénnyel, a színekkel, a ragyogással és az eleganciájával, ami egészen más világról beszél. Ez a világ nincs olyan nagy mértékben ellenkezésben az érzéki tapasztalással. És hát ugye megint vissza a Bunfordihoz, a pécsi királyfej. Ez pedig teljesen ornamentális jellegű. Vagy a Szent István koporsója, Székesfehérváron őrzött kopors, ami római szarkofág volt természetesen, és akkor ebbe belekerül a népvándorláskori népeknek az indás ornaments díszítménye, amelyben a főhelyen azért egy kerubábrázolás van, egy angyalábrázolás van, aki hát be van borítva szárnyakkal, de az kerub, az égi és a földi szférák összekötetését biztosító szent figura. És hát megint a pécsi székesegyház kőanyagában vagyunk. Itt ugye az istvánkori alapítás idejének egyik oszlopfője van. Milyen érdekes, nagyon izgalmas keresztrejtvény is lehetne ez, hogy mi a csuda lehet ez a figura? A kereszténység, ami hát ugye pogánynak tekinti mindazt, ami hát a sokisten hitű antik világban csak tapasztalható volt, egy oszlopfő tetejére oda teszi a, mondjuk ki, kentaur alakját. Hogy a bánatba kerül a kentaur, csak most maradjunk a kentaurnál. De hát ugye itt szirének is vannak, sok minden van. Szirén se egy feltétlenül keresztény lelemény. A szirén figurája is az antik világból előkerülő kis jelkép. És akkor kattog az ember agya, hogy milyen olvasatot biztosítson ennek a kentaurnak, aki hát ugye a rossznak és a csúfnak a megjelenítés, egy ember állat keverék, egy megbélyegzett valaki. De a szirén figurája, hát milyen nagyon fontos üzenete van annak, hogy Odüsszeusz történetében van főként irodalmi értelemben a szirén. Tudják, az Odüsszeusz, hogy a nagy kalandozás, szirének szigetéhez kerül, millió csontváz a szigeten, mert elbűvöli a matrózokat az éneke, meghal mindenki, Odüsszeusz ravaszkodik, és itt a keresztény olvasat, oda kötteti magát az árbochoz, miközben mindenkinek betömeti a fülét viasszal, ne hallják a szirének énekét, ne csábuljanak el, hajózzunk csak, minél közelebb. Én viszont hallom, viszont oda vagyok kötve az árbochoz, engem megbabonázhat ugyan, átesek valamiféle kísértésen, de az árboc az megtart. És nem is kell különösebben felidézzem már a keresztény mondani valóját ennek a képnek. Ha van egy árboc a világban, adj nekem a világegyetemben egy szilárd pontot, és akkor az eszközeimmel én megmozdítok mindent, mondja ugye a Protagorasz, vagy ki valami antik mechanikus gondolkodó. Ugyanez a teóriák és a teológia nyelvén az Isten hit. Ha van egy árbóc, amihez kötöm magam, az Isten meg nem tud engem mozdítani, és nincs az a kísértés, aminek belekerül természetesen az utalás a szigorú és kemény és élvezettől mentes középkor világába.
vagy hát így keresgélünk ilyen összefüggéseket antikvitás és középkori építészet között. És hát milliót lehet találni, én is majdnem esetlegesen választottam csak ki. Nekem egyik nagy kedvencem a Saint-Savin-sur-Gartempe, egy közép-franciaországi kicsi templomocska, ahol felépül egy háromhajós, tulajdonképpen elég kezdetleges templom, későbbi freskók oda kerültek, van keresztboltozatos mellékhajója, de találnak ott a közelben, még az ókeresztény időkben épült keresztény templomot, ami használhatatlan összeomlott, ám de megmaradnak a rendkívüli eleganciával kiválasztott és megformált oszlopai. És az oszlopokhoz, ezekhez a félig égkövekből készülő oszlopokhoz építenek egy templomot. Az antikvitás, az égkő, egyébként az égkőnek is megvan a maga keresztény teóriája. Tehát így összeáll egy kis templom. Ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrázolásokról van szó, végig ügyetlen, egybehangzó, nagyon erős stílus benyomását keltő megoldásokról van szó, akárhol is vannak, és akármiről is szóljanak. Hát ugye itt a muzsikáló angyalokról van szó, szimbólumokról. Itt is ugye megjelennek ilyen furcsa pogány figurák, a kiméra például, meg ilyen rikoltozó, furcsa mesebeli állatok, a rémségek, amik hát a kísértések számára nagyon jó utalásokat tartalmaznak. És hát ugye itt nézzük ezeket a románkori katedrálisokat, és nem esünk zavarba, mert az alapvető szerkezeti elveiket nagyon jól láttuk már mi a Teoderik síremlékben. Nagyon jól láttuk már a római Kolosseumban. Itt egyszerűen csak egy ilyen kombinációs technikát kellett alkalmazni. Még technikai leleményekre sem volt nagyon szükség a román korban, mert olyan vastag falakat építettek, hogy arra mindent lehetett terhelni. Nem volt egy ravasz építészet az. Jó nagy vastag falakat kell csinálni, és akkor mindent lehet. És így épültek ugye a románkori templomok. De pazarló volt ez a megoldás, és sok ilyen pazarló, erős, nagy, fenséges templommal találkozunk, amelynek a belsejében megint csak nagyon érdekes jelenségeket látunk. Az antikvitás pompa kedvelése, a násfák, az égkövek, az arany, a bennük koncentrálódó ragyogás, a fény most egy új kombinációban jelenik meg. Nem karékek lesznek és nyakékek lesznek, hanem kereszt lesz belőle. És a hegyi kristály mélyén rubinból kivésve ott van egy kereszt. A keresztény szertartás részévé válik, és hozzá alakul majd egy elképzelés a fényben megjelenő, megtestesülő megváltóról. A fényből, mint egy demateriális jelentéshordozóról, aminek az egységbe foglalására alkalmasak ezek az égkövekkel borított nemesfémből készült tárgyak. Ez egy koronkereszt. És hát ugye egy rengeteg építészetet hoztam össze, némiképpen mindegyik kapcsolatban van a pécsi bencés építőműhelyel, vándorműhelyekről van szó, a pécsi műhelynek a munkásai is vándoroltak északra, egészen Svédországig felfedezhető például a nyomuk, mert Lund városában ugyanolyan katedrálist építettek, mint a Pécs egy kicsivel későbben. A vándorok komposztellai Szent Jakab zarándok útja mellett ugyanabban a stílusban, szabványos, ilyen franchise rendszerben hozták létre a műveket, és hát ezekből vetitek én néhány darabot, hogy aztán az izgalmasabbakhoz is eljussunk. Mindenesetre nagyon-nagyon változatos azért ez az úgynevezett addicionális térrendszer, ami a románkort jellemzi, ami arról szól, hogy voltak éppen az időben nincs egy egységes ideálterv, egy ilyen általános generál elképzelés arról, hogy milyen is lesz majd a katedrális, mert hiszen eleve tudják, hogy 300 évig fog épülni. És nekem ebből a 300 évből van 10 esztendő, amit erre fordíthatok. Hát nem igen
izgatja őket az, hogy mi is lesz majd. Ezért aztán minden korszak úgy hozzátolt valamit, úgy rálök valamit ezekre a templomokra. Nagyon-nagyon izgalmas és változatos térrendszerek jönnek létre. Az első igazán szabályszerű elképzeléseket Közép-Franciaországban Périgord megye környékén fogalmazzák meg. Ezek az építőműhelyek egy olyan az arab építészet tanulságait is figyelembe vevő megoldást találtak, centrális tereket hoznak létre a kereszthajókban és a főhajókban, és kupolás fedést alkalmaznak, ami ismeretes természetesen az antik építészetből. Ez egy változás, ez egy nagy és egységes térrendszer elképzelést követelte meg, tehát ezt meg kellett tervezni, ezt át kellett gondolni. Ennek a templomnak az alapfalait nem lehetett csak úgy elkezdeni, hogy majd fönt történik valami. Ezeket meg kellett tervezni. És hát ugye ez a perigői stílus, ez nagyon nagy. De a szobrászati díszekben nem történik változás. Nagyon egyszerű térrendszerek ezek. Többnyire latin kereszt alaprajzúak ezek, és itt látják keresztboltozatok, és itt egyszerű dongaboltozatok vannak egy-egy szakaszban, nem túl bonyolult. Aki egy szakasz felépítését tudja, az tudja az egész templomnak a felépítését. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen mérőeszközeik voltak, és hogyan jelölték ki például az alaprajzokat, milyen körzőt használtak akkor, mikor mondjuk a szentélynek az ívét meg kellett határozni. És ha így faggatjuk magunkat, akkor nem találunk megoldást. És nem jövünk rá arra, hogy elég egyszerűek voltak, mert valahol, ahol azt mondták, hogy a templom középpontja lesz, levertek egy nagy karót, és a karóhoz kötött madzagok méretéből jött aztán ki az egész templomnak. És hát ha karó körül egy bizonyos körben vonalat húzunk a madzaggal, akkor ott egy félkör támad, hát az lesz majd akkora. És ugye ezeket így lehetett, nincsenek mértékek, egységek, vagy egységes mértékrendszer is, nem szabványok alapján dolgoznak ekkoriban még a művészek. Tehát ezekről mind van mondani valónk, és ugye a Jáki templom, ami mi kedves kincsünk, talán itt nagy összefüggésben azért érdekes, mert az építés ideje 1241, pont az az esztendő, amikor feltehetően a földre szállt kis angyal is készült, és amely esztendőben a párizsi Notre Dame, ami gótikus székesegyház, tulajdonképpen elkészül. Tehát a párizsi Notre Dame-ot 1116-ban kezdik építeni. Az idő, a fejlődés, a centrum és a periféria közötti távolság ilyen fantasztikus eltéréseket produkál aztán a történelmi időben. És hát a gótika, a párizsi Notre Dame építés, ami nem az első gótikus székesegyház, és az angolokat még nem is említettük, de mindenképpen érzékelteti, hogy a megismerésben, a technikák kifejlesztésében, a gondolkodás eleganciájának a megjelenítésében vannak bizonyos térségek, amelyekben progresszívebbek tudtak lenni az emberek. És hát ugye ez az 1241-es Jáki templom, ez egy speciális és érdekes módon norman motivumokat tartalmazó kis templom, mert a nyugat-európai kultúrában norman nagyon komoly nyomokat hagy. De Nyugat-Európában 1241-ben a középkort már elhagyták. Ezt a középkort elhagyták. Minden gótikus jellegű lesz. És Gyulafehérvár és Béla Pátfalva, mindegyiknek megvan a varázsa, de vagy hát itt van az első Béla alapította, 11. század végén alapította templom. Archaikusnak számít, olyan tökéletesen 8-9. Századi európai díszítőművészeti motivumok jelennek meg, az az indás, szövevényes, növényi ornamens, aminek se eleje és se vége nincsen, a végtelenség egészen különös képzetét keltő indázat burkolja az épületeket. Ilyen már a nyugati térségben ekkoriban nem igen van. És hát itt vagyunk a pécsi kőtárban, a népoltár falán. Minden, ami itt látható, bár bencés építő műhely készítette, a bencés műhely részint Itáliából, részint Franciaországból verbúválódott.
a motivumok, amelyek itt vannak, Ravenna környékéről, tehát az Adriai tenger keleti partvidékén elhelyezkedő templomépítésekből származnak. És a főbejárat ma jól lehet látni a Bachmann Zoltán féle helyreállításban. Jól lehet látni, hogy a hátsó oldala, a főbejáratnak a hátsó oldala, ahol ugye előnézetből szépen faragott oszlopok vannak beépítve az íves bejáratba. A hátsó oldalán ott vannak a pécsi provinciális római kultúra maradványainak, szarkofágoknak a latin feliratai. Családok, itt nyugszanak családok, másodlagos felhasználásában, éppen úgy, ahogyan a székesfehérvári Szent István koporsónál, de megjelenik megint az antikvitás, hozott anyagból készülnek. És hát ezek közé tartozott ez a kis angyalka is. És hát ugye nagyon-nagyon bájos, szép ábrázolások vannak itt, mind valahol a 13. század elejéről. Európában mindenütt ismerjük ezeket az ábrázolásokat. Itt ugye a három királyok álmáról van szó, a pécsi székesegyház dom kőtárában vannak. Ezek Moászakban, Közép-Franciaországban szinte egy az egyben megjelentek. A minta nyilván valami bencés építész, szobrász jóvoltából kerül ide. És gyönyörű ábrázolás, ami itten látható, ugye a Sámson dombormű. Bibliai történet, egy mozifilm valójában, hiszen arról van szó, hogy Sámsonnak levágták a haját, elveszített erejét, képtelen volt védeni magát, megvakították, megtanul vakon élni a világban, ám de közben kinőtt a haja, hosszú haja van, egy fiú vezeti őt, mert tanástalan, bizonytalan vezeti őt, kipróbálja az erejét, először megráz egy fát, a fából életkép, mondhatnám megint, hogy mintha a reneszánsz egy pillanatra felsziszenne itt a sűrű lomb mögött, kirepül a madár a faágai közül, élet van a fában, az erdőben, és utána a filiszteusokra rádönti a templomot. Tehát az élet megjelenik, és a gótika valójában ennek az életnek, ami egy nagyon különös a középkoritól, a mély középkoritól eltérő létformának, emberi együttélési formának a kulturális kifejeződése, ez fogja fölváltani a románkort. És ha szabad, akkor idézzük a Île-de-France, Közép-Franciaország, a székesegyház ott van a közösség életének, a városnak a kellős közepén. Föl van fedezve a város. Tudjuk azt, hogy milyen pozitív funkciói vannak a városnak. Védelmi, kommunális funkciói vannak a városnak. A szabadság letéteményese a város. Nem részletezném ezt komolyabban, de az biztos, hogy a gótikus katedrális már a városi élet szerveződési magja lesz, és látják itt a városi tér, és a középpontba oda kerül a temploma mellé, aztán a későbbiekben oda kerülnek majd a városi közigazgatás intézményei, egy szervezettebb, szabályokkal működtetett világnak a reprezentációja a gótikus katedrális. És miért mondjuk azt, hogy gótikus? Ez egy megbélyegzés, valójában a 18-19. Század stílus történészei bélyegezték meg a tulajdonképpeni szigorúságát és durvaságát ennek az építészet. Túl mechanikusnak gondolták a gótikát, és ezért a gótokkal, ezekkel a germán népvándorláskori népekkel hozták kapcsolatba. De ez csak egy jelkép, egy szimbólum, ennek történeti igazsága nincsen. Mindenesetre hát sok ilyen van a mi terminológiánkban, aminek valóságos jelentéstani értelme nem az, amit a kifejezés mondjuk jelentene. Szent-Döniben jelenik meg először az a templomtípus, amely tulajdonképpen most már a falaknak a jelentőségét nem tekinti elsődlegesnek. Talál megoldásokat arra, hogy a falak teherhordó szerepét könnyítse, úgynevezett támpillérekkel, itt oldalt lehet látni ilyen támpilléreket. Ki lehet terhelni a tartószerkezeti funkciókat az épületen kívülre. Ergo meg lehet növelni a falakon lévő nyílásokat. És az előbb látott üvegablak valójában azt jelképezi, hogy a fénynek és a színnek, ennek a
szimbolikus, metafizikai üzenetnek a bebocsátására lehetőséget találtak ezekben a templomokban. És látható a 19. századi ábrázolásokban, hogy ők sem gondolták, hogy többre lenne szükség, mint egy-egy szakasznak, egy-egy ilyen borda szakasznak a megjelenítésére, mert minden ismétlődik. Megfelelő számú ismétlődés biztosítja a rendszerét ezeknek az épületeknek. Mindenütt az ismétlődéseket fedezzük fel, és felfedezzük azt is, hogy óriási mértékben megnyíltak a felületek. Könnyű lesz minden, áttekinthető minden. A modern építészet szerkezet formái között most már új és modern anyagokkal, de valójában ez a megkönnyített felületű, kinyitott, világos, levegő és fénnyel átjárt belső tér közhely uralkodóvá vált a modern építészetben. Ennek az alapjai valójában részint ott vannak a gótikus építőművészetben is. És hát látjuk ezeket a varázslatos boltozási technikákat, látjuk a nagyon szigorú és egynemű épület tartószerkezeteket. Mindenütt tulajdonképpen sokkal kevesebb motivumból építkeznek, mint bárhol máshol a világon. És most itt egy templomot idéznék fel, én tavaly volt szerencsém járni Bourges-ban, Normandiában, ott nagyszerű épületekkel találkozik az ember, és a Bourges-i Szent Etienne templomból fogok most egy pár motivumot hozni. Ez egy egyszerű és kis templom valójában a Reims-i, Rouen-i, Chartres és egyéb székesegyházak mellett. Ez elenyésző jelentőségű, nem is nagyon szokták emlegetni. De ennek ellenére érdekes talán, hogy egy ilyen tulajdonképpen nem emlegetett, nem túl sűrűn idézett templomocskában mi lelemény van? Hát a támpillérek. Itt teljesen világosan lehet látni, hogy a voltaképpeni belső tér, a templomnak a főhajója és a szentélye, az háborítatlan, tiszta tér azáltal, hogy nem kell belül semmiféle komoly tartószerkezetet elhelyezni. A hajókat elválasztó oszloprendszer az egyetlen, ami a belső térben van, az egész egy áramló, tiszta, hatalmas, felfelé irányuló belső tér, nagy energiatartalommal. És hát a belülő fények iránytól függően, vagy függetlenül talán, de nagyon jellegzetesen részeivé tudnak válni a tér élményének. Itt vannak ugye a tartó szerkezetek. Teljesen elveszi a támpillér és a támív a falaktól a tartószerkezeti funkciót. Ergo meg lehet nyitni, tele lehet tenni színes üvegekkel nagy és igazán leleményes építés technikai megoldásokat talál itt az ember. Egy kicsi templomról van szó, és hát ugye nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy nem részletgazdag azért. Van itt részlet és művesség, és a kicsi művészeteknek is bőséggel van helye, hiszen azért ezeket a kis bimbócskákat, vagy ezeket a vízköpőket nem látjuk, de ott van a művön és a felhangját az egésznek, ezek a nagyon gazdag frazeológiai részletek feltétlenül biztosítják. Az üvegablakok Bourges-ból. Hát megjelenhetnek ugye a nagy Szent Gergely pápa bullájában, ez a 7.-8. század környékén jelenik meg a felismerés, hogy az írást, a szöveget nem ismerik az emberek. Ergo képeket kell igénybe venni annak érdekében, hogy a keresztény történeteket, példázatokat mindenki megismerje. És hát ez a Biblia pauperum, így mondják, a szegények bibliája képekben. Mindent el lehet mesélni, az üvegablakok alkalmasak voltak arra, hogy ezeket a kalandokat végrehajtsák. És hát egy belső jelenet, egy térrészlet, amire hát ugye a Baudelaire maga is mondja, hogy templom az erdő, és erdő a templom, és benne szentek, minden a szentek a fák, és a nagy lelki, romantikus lelkesültség is veszi körül a gótikát. Hozzá kell tegyük, hogy ennek a lelkesültségnek köszönhető, hogy a gótika egyáltalán megmaradt, mert a gótika ma már Európában és a szövegben is jeleztem, tulajdonképpen egy ilyen archeológiai stílus, rengeteg beavatkozást kellett tenni, hogy
hogy a kérdéses épületek megmaradjanak. Tehát a modern építés technikának nagyon sok fogását a 17. századtól fogva alkalmazták, és Angliában például, ahol hiányzik valójában a reneszánsz. Létezik persze, butaság volna azt mondani, hogy mint ízlésirány vagy szemléletmód a reneszánsz nem, de az architektúrában, Angliában mindent a gótika testesít meg. Tehát a gótika az alapvető minden korszakban. A gótika stilizálásával jutottak a barokba, és a baroknak még Kelet-Európában is van egy angolok által motivált ilyen újjászületése, ez a Gothic Revival, ugye a 17.-18. században. És itt nálunk, mondjuk Palkonyán kimegy az ember a templomba, ott van egy most piros a fedele, és megnézi a nyílászárókat, és a birtokos családok kulturális és gazdasági kapcsolatait megvizsgáljuk, akkor tudjuk azt, hogy ugye Batthyány Kázmér, tudjuk azt, hogy erős angol kapcsolataik voltak a mezőgazdaság, állattartásban, gépesítésben, agrokultúrában. Angol hatások, olyan csúcsíves ablakok vannak ott Palkonyán, mint a csuda, az angol gótika hatása, mert Angliában mind az angol parlament 500 év választja a Westminster Abbey épületétől el időben, és a Pagin mester ugyanazt a gótikus stílust alkalmazza az angol parlamentnél, amit aztán a mi Steindl Imrénk a magyar országháznál is bevetett, mert Európában elsöprő és érdekes divat volt a gótika. És megint, és talán nem baj, hogyha ezt zárótételnek használom fel, megint rajta csíptünk egy nagyon érdekes történelmi együttállásra, vagy találtunk egy együttállást, ami azt mondja, hogy a modern művészet és a modern gondolatok megformálása és tisztázása érdekében nem egyszer szükségünk van, és megváltó jelentőségű egy történelmi képlet újragondolása. És a gótika ugye kimondatlanul vagy kimondva, de a modern építészet szerkezet formáit illetően, és ugye egyébként is nagyon megtermékenyítő volt. Nem tudom végigvetíteni a dolgot, ez képtelenség. Tanulság. Tehát ez nekem nagy tanulság, hogy mennyi képet szabad idehozni, és mennyit kell beszélni egy-egy dologról, hogy az világos és tiszta legyen. Ezért aztán elnézést kérek azért, hogyha voltak homályos vagy nem kifejtett mozzanatok is ebben a beszélgetésben. Gondoltam, hogy nem lesz ez tökéletes először, de bízzanak bennem, és én is bízom nagyon magukban, hogyha két hét múlva találkozunk, és folytatjuk itt a beszélgetésünket, akkor már inkább a szép művészetekről, akkor már inkább a történetekről és példázatokról lesz szó, és inkább megragadható lesz majd az evolúció, de talán most is felsejlett valami ebből az egészből. És köszönöm a figyelmüket, egyébként állok a rendelkezésükre, hogyha ha kérdéseik volnának, vagy, és tudok rá felelni.